nagyon jó volt, főleg egy ilyen fél év után. Szerettük volna megnyerni itthon a mérkőzést, úgy rajtolni, hogy az jó legyen. Főleg hazai közönség előtt, szerintem sikerült is ezt megvalósítanunk. Az első fél időben teljesen egyenlagú partnerei voltatok a Debrecennek, aztán a második fél időben valami megváltozott. Mi történt? Ezt mi se tudjuk egyelőre. Nagyon gyors volt ez a két bekapott gól. Mi se tudjuk, hogy mi történhetett. Vissza fogjuk nézni, elemezni fogjuk. Mondhatni ez a két gyors gól, az eldöntött a mérkőzést. Nyilván látszik az új edző kezemunka és a csapaton. Mi változott itt Vitelki Zoltán érkezésével? Szerintem látszott, hogy a mai mérkőzésen mit szeretnénk játszani. Azt maximálisan betartotta a csapat, nagyon, nagyon fegyelmezetten játszottunk, és sikerült 4 gólt szerezni. Ugye nagyon mondtad, hogy két szituációban fújt ebbe a büntetőt, és ugye ráadásul a piros lapot is. Inkább nem mondok semmit. Igen, úgy, hogy épp egy szerintem pártjának kellett volna megfogjam, ott már 3-0-nál mondhatni, hogy eldőlt így mérkőzés. Önbizalmat is tudott itt növelni a felkészülés alatt, mert azért az is látszott, hogy most tényleg volt bennetek. Én úgy gondolom, igen, hogy mindenki önbizalommal teli érkezett a pályára, és sikerült kihozni mindenkinek a maximumot magából. Nem néz ki szépen, meg nem így akartuk kezdeni a szezont, de ugye februárban 8 mérkőzés, nagyon fontos mérkőzések jönnek, úgyhogy ezt el kell most felejteni, minél gyorsabban. Jövő héten még van egy teljes hetünk, tehát elkészülünk az időtudikára, mondhatom, hogy heti 2 mérkőzés folyamatosan, úgyhogy menni kell tovább. Minden mérkőzésből tanulni kell, mint ebből is, azért voltak hibák ezen a mérkőzésen is, szerencsére le tudtuk hozni nullára, de meccsről meccsre készülünk, és szeretnénk minél jobb eredményt elérni az összvonalon. Mennyire nehezíti meg a dolgotokat, hogy a hírek szerint nem is miattatok, de most a szurkolók is kihátrálhatnak a csapat mögül, ugye nem fognak buzdítani titeket, az mennyire, egy ilyen helyzetben mennyire nehezíti meg a dolgotokat? Biztos a szurkolók egy nagyon fontos tényező, főleg Újpestnél. Én személy szerint sajnálom. Én bízom benne, hogy minden előbb vissza fognak térni a relátorra. Lehet-e erősebb akár ez a csapat, mint Tőzse Dániel felépülésével őszentett például mennyire hiányzik? Szerintem hiányzik, Dani ugye megfogja ott középen a labdákat, ugye azért csak egy rutinos játékosról beszélünk, de azért a két fiatal játékos is bebizonyította, hogy helyük van a csapatban.